Storytime! Hogy miért én vagyok a világon a legbambább ember? Szóval egy szép napon úgy döntöttem, hogy szeretnék egy házat venni, de mivel Budapesten ez nagyon drága lett volna, így vidéken nézelődtem. Találtam is egyet, ami nagyon tetszett, így elmentünk a mamámmal ketten megnézni. Soha ne engedjetek el két nőt házat nézni. És hogy miért? Hát mert mi csak azt láttuk, hogy van négy fal, és van tető, jó lesz ez. Nyilván bútorozva néztük, így nem látszott, hogy totál vizes a fal. Az aknafedelet nyilván nem nyitottuk fel, mert nagyon nehéz lett volna, de tele volt szeméttel. Girosztál, pelenkák, minden. Egyszerűen undorító volt. A papám konkrétan gázállarcba ment le. Arról nem is beszélve, hogy fizethetem utánuk az elmaradott víz, gáz és villanyszámlát. Szuper! Mindig vigyetek magatokkal pasit vásárláshoz! Storytime! Undorító dolgok, amiket étteremben láttam, amikor a konyhán dolgoztam. Szóval a legtöbb étel mellé kenyeret is adtunk, így amikor a kenyérkosár visszaérkezett és még volt benne, azt eltettük és a következőnek oda kellett adnunk. A tésztát és a rizst nagy mennyiségben elő kellett főznünk, így volt, hogy az hetekig a hűtőben állt. Volt olyan eset, amikor a marhamáj már bezöldült, nyákás volt, viszont nem volt másik, ami friss lett volna, így ezt le kellett mosnunk és ezt kiadni. Történt olyan is, hogy a napi menühöz krumpli leves járt, hasonló volt, mint a krémleves, viszont ez nem fogyott el, így bekerült a hűtőbe, és akár egy hét múlva elővettük, majd krumplipüré készült belőle. Úgyhogy sajnos, amióta a konyhán dolgoztam, azóta nem nagyon szeretek étterembe menni, szívesebben főzök inkább itthon magamnak. Sziasztok!